Az elmúlt 3 hónapban ez a Honda e volt a mindennapi közlekedési eszközöm, úgyhogy alaposan kitapasztaltam. Az előző videóban már bemutattuk azt, hogy mi az a 10+1 dolog, amit én leginkább kedvelek benne. Most azokat kell felsoroljam, amik hát kevésbé nyerték el a tetszésemet. Tartsatok velem! Rögtön az első dolog, ami a leginkább idegesített ebben az autóban, az a CarPlay tükrözésnek a megoldása. Elméletileg ugye tud az autó vezeték nélkül CarPlay tükrözést is, de annyira lassú, hogy gyakorlatilag használatlan. 1-200 méterrel le van maradva ahhoz képest, ami a valóság, így pont arra nem való, hogy navigáljunk vele, úgyhogy mert többször eltévedtem amiatt, mert hogy elnéztem a kereszteződést, már rég le kellett volna kanyarodni, amikor ő kijelezte, hogy odaértem a kereszteződésre, úgyhogy egy olyan útszakaszon, ahol sok kis mellékutca van, egyszerűen lehetetlen eltalálni, hogy melyik be kell bekanyarodni. Érdekes, hogy igazából valószínűleg nem magával a vezeték nélküli átvitellel van a gond, mert sajnos a vezetékes megoldás sem sokkal jobb. Egy nagyon picivel jobb, van, amikor egészen jól működik, de nagyon sokszor ez is belassul, és nem igazán használható. Úgyhogy ez talán a legidegesítőbb probléma ebben az autóban, ezt a legnehezebb megszokni. És nagyon kár, mert egyébként a kijelző minősége tökéletes lenne ahhoz, hogy ez egy jól használható funkció legyen. És ha már a telefonnál tartunk, nagyon jó ez a beltér, nagyon jó, hogy a konvenciókkal szakítottak, és mindent máshogy alakítottak ki, mint ahogy általában többi autóval szoktak, de arra nem gondoltak, hogy az embereknek vannak telefonjaik, amiket el szeretnének helyezni valahova. Először én azt csináltam, hogy a kábellel összekötött, az autóval összekötött telefont beraktam ide a két ülés közé, de mivel nincs könyöklő, így nagyon sokszor volt az, hogy valamit a kezemmel rátámaszkodtam, vagy táska rákerült, rácsúszott ide az ülésről, és két kábelnek a csatlakozóját is sikerült eltörni ezzel az elhelyezéssel, úgyhogy utána rászoktam, hogy ide a zsebbe teszem be a telefont, de ennek meg az a hátránya, hogy nincs igazán szem előtt, úgyhogy többször volt, hogy benne hagytam az autóban, mert felejtettem az autóban a telefont, és így is féltem attól, hogy a kábel végéig el fog törni előbb-utóbb. Nem igazán van jól kitalálva ez. A következő dizájn probléma engem ritkában érintett, mert én megszoktam, de utasok rendszeresen találkoztak vele, hogy amikor beszálltak, akkor könnyedén hozzáért a térdük az ülés fűtés állító gombhoz, és csak azt vették észre néhány pillanat múlva, hogy valami nagyon fűti őket. Ez nyilván egy őszi, hűvös napon nem akkora nagy probléma, de a nyár végén azért kellemetlen volt, amikor kint is meleg volt, és az ülés is csak fűtött bennünket. Itt csak annyit kellett volna, hogy ez a keret ez folytatódjon itt, és belülről legyen megnyomható a gomb, ne legyen lekerekített gombja, és akkor nem akadna be mindenkinek a térde. Nyilván megszokható, meg nem akkora probléma, de néha idegesítő tud lenni. Apró, de a mindennapokban bosszantó probléma, hogy a kalaptartó egy picit keskenyebb, mint kellene, és néha kiugrik itt ebből a pöcökből, ami tartania kellene. És hogyha nincs a helyén, akkor az ajtó lecsukásakor ez a kalaptartó így fönnakad és nem csukódik le az ajtóval együtt. Az utastér nappalikat megszégyenítő, kényelmű és dizájnú, minden nagyon rendben van, nagyon mutatós az egész. Egyetlen kényelmi dolog van benne, az, hogy itt innen középről nagyon hiányzik egy könyöklő. Legalább egy lehajtható valami lehetne, amit meg lehet támaszkodni. Pláne akkor, amikor az autó önvezető módba megy, akkor autópályán nagyon sok gondot levesz a vállunkról, igazából túl sok feladatunk nincs, csak figyelni, akkor jó lenne, hogyha lehetne valahova támaszkodni. Nagyon kedvelem a technológiai újdonságokat, és nagyon jók a külső tükrök is, a digitális külső tükrök, nagyon jól vannak kialakítva a kamera nyílások, lecsöppen róluk a víz, nem koszorodnak el. A napokban vezettem több tesztautót is, amikor esős idő volt, akkor csupa víz volt a külső tükör is, tehát nehezítette a kilátást. Ebben ilyen nincs soha, és ráadásul akárhol ülök, akárhonnan nézek, mindig jó szögből látom a képet, tehát nem kell igazodjak hozzá. Sajnos ugyanez nem mondható el a belső középső tükörről, ami szintén egy kamera, és hátul a hátsó ajtó tetején, felső részén van a kamerának a nyílása, amin keresztül kilát. Viszont mivel ez tükör is egyben, a félig áteresztő tükrön keresztül látszik a monitor képe, és ez néha nehéz megszokni, hogy hova kell fókuszálni rajta. Ugye, amikor
a tükörben nézünk, akkor távolabbra kell fókuszáljunk, hiszen a hátul távol lévő képet látjuk. Amikor egy kamera képére fókuszálunk, akkor viszont ebbe a síkba, és ez nem könnyű dolog az igazság. Tehát az ember hozzával már szokva, egy tükörben néz, akkor hova fókuszál, és mivel itt szellemképesen látszik is még a tükörkép, ezért ez így nem az igazi. Ráadásul képminőségbe sem az igazi a dolog. Nyilván egyébként az a hátránya is megvan ennek, mondjuk én ezt annyira nem tartom problémának, hogy ebben az ember nem tudja megnézni magát. Nyilván nem igazán fair az EU kötelező gyalogos figyelmeztető rendszerét az autó hibájaként fölróni, de azért el kell említeni, hogy elég idegesítő az az UFO hang, amit 30 km/h sebesség alatt az autó hallat. Nagyon pozitív viszont az, hogy az autó álló helyzetben nem adja ki ezt a hangot, tehát legalább akkor nem kell ezt hallgassuk. A hagyományos autók világában a kis méret az általában a kis fogyasztást is magával hozza, hiszen nem kell egy nagy tömeget mozgatni, általában az a városban mennek kisebb sebességgel, tehát hogy még az sem okoz problémát. Sajnos ez a Honda E-re nem igaz. A Honda E-nek az átlag fogyasztása itt az elmúlt 1200 kilométeren, amikor utoljára nulláztam a fogyasztás számlálót, 18,3 kWh per 100 km, és ez nem igazán ment 17,5 alá, még nálam volt, még akkor sem, amikor az őszi kellemes idő volt, és fűteni nem kellett. Egy ilyen méretű autóval 10-12 kWh 100 km-es fogyasztással kellene tudni közlekedni, ezt meg se közelíti. Alapvetően ez városban nem is jelent igazán problémát, mert hogyha az ember minden nap fel tudja tölteni, akkor ugyan ez nem egy probléma, miért lenne probléma, viszont hogyha az ember néha ezzel ki akar mozdulni a városon kívülre, most itt nem az agglomerációra gondolok, hanem hogy mondjuk elmenni a Balatonra egy nyári hétvégén meg visszajönni, meg lehet csinálni, abszolút nem gond vele, hiszen nem ördögtől való az, hogy az ember föl tudja tölteni egy 5-10 percre menet közben, de hogy ez hosszú távra, mondjuk egy tengerparti utazásra, ez már fájdalmasan sok ez a fogyasztás, amit autópályán is produkál az autó. Az előző pontban már érintettem, ugye, hogy hosszú távon ez nem igazán jól használható a Honda E. Ugye ez amiatt is van, hogy a nagy fogyasztás mellé egy viszonylag lassú töltés párosul. Hogyha 50 kW-nál nagyobb teljesítményű töltőt találunk, akkor azon a töltőn akár 140 amperrel is tud tölteni, ugye az 50 kW-os töltők általában 125 amperesek, tehát így ki tudja használni az 50-51-2 kW-os teljesítményt. A leggyakrabban előforduló 50 kW-os töltőkön 42%-os töltöttségi szintig olyan 43-45 kW-tal lehet tölteni, a következő 30%-nyi tartományba, tehát 72%-ig viszont már csak 30 kW-tal tölt, ami hát lássuk be elég karcsú. Ezzel hosszabb távokat így megtenni, nyilván hosszadalmas meg lehet csinálni, nem lehetetlen, de nem igazán egy hosszú távú utazóautó. Már csak azért se igazán utazóautó, mert a 28,5 kWh akkumulátor kapacitás ezzel a fogyasztással, hát tényleg nem sok minden elég. Hogyha kedvező lenne a fogyasztás, akkor mondjuk el tudna menni autópályán egy ilyen 180-200 kilométert egy föltöltéssel, akkor az már úgy egy egészen jó használható dolog lenne, de 150 kilométernél többet, tehát nem igazán lehet autópályás tempóba bevállalni vele, akkor is spórolni kell azért vele. Nyilván 130-as tempóval még annyit se tud. Azt mondom, hogy egy ilyen árkategóriájú autónál már be kellett volna férjen ennél kicsit nagyobb kapacitású akkumulátor is. És sajnos a plusz egy negatívumként az árat kell megemlíteni, bár azt azért hozzá kell tenni, hogy ezt általában rosszul kategorizálják ezt az autót, mert itt nem arról van szó, hogy ez egy városi kis autó, ami mondjuk az olcsó benzineseknek az alternatívája lehetne. Ez egy kultautó akar lenni, egy ritkaság, nem akarnak ebből nagy mennyiséget eladni. Ennek megfelelő is az árazása, 10 millió forint. A tudásához képest, attól függ, hogy honnan nézzük, hogy ez most sok vagy kevés, nyilván, hogyha az összes technológiát nézzük, ami benne van, akkor abszolút nem sok. Ez egy prémium autó, egy nagyon jó prémium belsővel, és ezzel az egyedi külsőt, ezt meg kell fizetni, nyilván ezzel nincs is gond, és szerintem az a közönség, aki erre fogékony és erre nyitott, ő ki is fogja tudni fizetni ezt az árat érte. Itt inkább, hogyha a technológiának azt a részét adjuk, ami az elektromos hajtáshoz kapcsolódik, akkor tűnik ez egy kicsit túlárazottnak. Ehhez az akkumérethez, ehhez a fogyasztáshoz én azt mondom, hogy ez egy kicsit sok ez az ár.
nyilván ezt mindenki ítélje meg maga, hogy ez ő mit tart fontosabbnak egy autóban, és ennek megfelelően tud dönteni. Én minden esetre nagyon kedveltem ezt az autót, ezektől függetlenül. Ha esetleg még nem láttátok a 10 pozitívumot felsoroló videót, vagy bemutató videót, akkor ezt mindenképpen nézzétek meg, mert szerintem úgy kerek ez az egész. Lehet, hogy itt ebben a videóban egy kicsit lehangoló képet festettem az autóról, de ez csak az egész összképnek egy nagyon pici szelete, a nagyobb szelet inkább a pozitívumoké szerintem. Ha tetszett ez a videó, és nem szeretnétek lemaradni a hasonló videóinkról, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és kövessétek a villanyautosok.hu-t. Sziasztok!